Orbán Viktor szerint egy teljesen új magyar egyetemi rendszer jött létre a modellváltással, ahol a kuratóriumok valódi gazdái az egyetemeknek, amelyek leváltak az államról. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája viszont úgy véli, évek múlva derülhet ki, jó volt-e a modellváltás. Az LMP szerint a kormány többet költ a leendő kínai egyetemre, mint a teljes felsőoktatásra egy év alatt. A 21 modellváltó egyetem kuratóriumi vezetőivel tárgyalt Orbán Viktor és Palkovics László kedden. Jelen volt Varga Judit, mint a Miskolci Egyetem kuratóriumi elnöke, Vinyánszky Attila a színművészeti, Varga Mihály az óbudai és Navracsics Tibor, mint a Pannon Egyetem kuratóriumi elnöke. A miniszterelnök arról beszélt, az egyetemek küldetése, hogy Magyarország lokomotívjaiként húzzák előre a gazdaságot, erősítsék a versenyképességét. Orbán Viktor szerint a kuratóriumok valódi gazdái az egyetemeknek, amelyek leváltak az államról, és egyetlen miniszter vagy államtitkár helyett a jövőben a 21 kuratóriumi elnök és több mint 100 kuratóriumi tag felel az oktatási és kutatási teljesítmény javításáért. Ahhoz, hogy a modellváltást valóban objektíven be tudjuk árazni, valószínűleg még éveknek kell majd eltelnie. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája nehezményezi, hogy az egyetemek nem kaptak beleszólást a kuratóriumi tagok kiválasztásába. Az SZFE körül kialakult helyzet pedig további problémákra világított rá. Például a kuratórium az alapító okiraton keresztül módosíthatja a szervezeti és működési szabályzatot, ők választhatnak rektort, elfogadhatják a költségvetést, és egyik ügyben sem kell megkérdezniük a szenátust, márpedig a szenátus a felsőoktatási intézmény vezető testülete. Vannak olyan egyetemek, ahol abszolút tiszteletben tartották az egyetemi demokráciát. Budai Marcell szerint ez igaz például Győrben, de van, ahol a kuratórium mindent magához vont, még olyan jogköröket is, amelyeket a törvény sem engedett volna számára. Ilyen az SZFE. A legjobb megoldás az lett volna, vagy az lenne, hogyha országos törvényi garanciák vannak arra, hogy a kuratórium ne egy mindenható úrként jelenhessen meg az egyetemek életében. Az LMP frakció vezetője pedig arról beszélt a Spirit FM-en, hogy a kormány nem hívta le az uniós fejlesztési forrásokat az egyetemek számára. Ez 1500 milliárd forint lenne. Tegnap beterjesztették a jövő évi költségvetést. Ha megnézzük ennek a sorait, és megnézzük a felsőoktatásra tervezett forrásokat, akkor láthatjuk, hogy ezt a központi költségvetésből sem kívánja a kormány pótolni. Keresztes László Lóránt szerint tehát hazudtak, amikor arról beszéltek, történelmi szintű fejlesztés jön. Márpedig a politikus szerint az intézmények azért döntöttek a modellváltás mellett, hogy az uniós forrásokhoz hozzájussanak.